Már üzemel az országos jégkármérséklő rendszer. A hálózat összesen 896 úgynevezett talajgenerátorból áll, ezek közül 37 található Tolna megyében. A generátorok acetonos ezüstjodid elégetésével működnek, amelyek nagy magasságba jutva kondenzációs pontot képezve összegyűjtik a közelükben lévő vízcseppeket, amelyek ráfagynak ezekre a kis pontokra. Nagyon sok, de kis jégszemcse keletkezik, és ezáltal mire ezek a földre jutnak, vagy elolvadnak, és eső formájában érnek földet, vagy pedig nagyon picike jégszemcsék formájában érnek csak földre. A rendszer megelőzésre lett kitalálva, így a már kialakult jégszemcséket nem olvasztja meg, ezért a védett területen kívülről érkező jégesőt nem tudja megakadályozni, de még így is több milliárd forintnyi kártól menti meg minden évben a mezőgazdaságot. A rendszer működésének előnyeit azonban nem csak a mezőgazdasági termelők, hanem a lakosság is érezheti, hiszen jelentősen csökkennek a kiskertekben, a személygépkocsikban, épületekben keletkező károk. A jégkármérséklő rendszer idén a tervek szerint szeptember végéig üzemel majd.